Üdvözlünk mindenkit, sziasztok! Ez egy Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 videó. Akik itt vannak velem, Izzy és Norbi, sziasztok! Halihó! Üdv mindenkinek! A reket hangom meg ismételten ilyen kis szépséges. Na, skacok, az a lényeg, mert még valaki megkérdezné, hogy mi Norbival megvettük a játékot. Nem vettük meg. Nem is letöltöttük, mert még valaki egyből beírná. Hanem van olyan dolog Originen, hogy Origin Access, amit ha megveszel, akkor bizonyos játékokkal játszhatsz egy hónapig. Van olyan játék, amivel egy hónapon keresztül bármennyit játszhatsz, viszont az új játékok, mint például a Need for Speed, meg ez a Garden Warfare 2, ezzel 10 órát lehet játszani, úgyhogy most ezt akarjuk nektek megmutatni, holott már Izzynél úgyis láttátok ezt a játékot, mert neki megvan a játék eredetibe teljesbe. És rengeteg videó fog még érkezni belőle, ja, hamarosan nyitom tehát a most, ládát is. Ha már egyszer ki lehet próbálni a gyerekek, akkor miért ne próbáljuk ki? Akkor miért ne jön? Garden Warfare 2, most ebben az első videóban inkább kópozni fogunk. Bemutatjuk itt a növény oldalt, bemutatjuk a zombi oldalt, mert ugye úgy néz ki, hogy ugye itt van a bázisunk. Tehát itt igazából nincs is nagyon menü ugye a játékba, hanem itt a növény oldal, ott a zombi oldal, és akkor lehet ott középen harcolni, meg stb. Stb. És aztán átmegyünk a zombi oldalra, ott is harcolunk, megmutatjuk, és a következő videóban, ami majd szerintem jövő héten lesz kedden, abban meg majd multizni fogunk. Tehát tényleg megyünk, és akkor multival toljuk majd a mapokat, ez most csak ilyen bemelegítő, egyébként azért vagyok Rosszal, mert amúgy nem nagyon tetszik ez a karakter, csak ugye ez nem volt az egyben, olyan kis különlegesség, kis szépség. Na jó van, Izzy, akkor mivel kezdjünk? Ja, Tom, annyi szeretném kiegészíteni a mondandódat, hogy ugye erről az Origin Access-ről, hogyha bárki kíváncsi, járjon utána, jó? Igen, srácok, igen, nem, igen, utána lehet, igen, jaja. Nem, Google mindenkinek a barátja, nektek is, ahogy nekünk is, mi is megtaláltuk, akkor ti is ugyanúgy meg fogjátok találni. Senki sem bína, hogy ne találja meg. Na, ennyit bína. Akartam csak. De a bí az úgy, hogy B-jel, nem? Na, jó, menjünk. Hosszú ível, hogy bína. Na, akkor gyere. Menjünk. Egyébként, mint hogy kérdezem, igen, lesz a Need for Speed is majd videó. És ide jön. Egyébként Norbéknál már van, de nálam majd lesz. Ugye az is, ha már egyszer lehet játszani, mi ne játszunk vele. Na jó, akkor igen, még annyi, hogy most így a hétvége, a hosszú hétvége alatt is, hát szinte minden videóban rekedt lesz a hangom. Ez azért van, mert ezt egyrészt előre fölvesszük, és természetesen akkor nincs hangom, amikor időnk van videózni. És most kérdezheti valaki, hogy minek csinálok videót ilyen reket hanggal, mert tényleg nincs máskor lehetőség. Szóval vagy fölveszem ilyen hanggal, vagy sehogy. A műsornak mennie kell. Ja, a műsornak folytatódnia kell, gyerekek. Én, nekem tegnap semmi hangom nem volt, elhihetitek. Már lett ilyen mi az a nagy cserepes valami? Tűrhető hangom, úgyhogy én azt mondom, hogy ez már nagyon nagy haladás. Nagyon kuráltam magam, hogy a videókra jó legyek. Mert ezután meg pont Need for Speed-et veszünk föl, szóval... Csak ők, én nem ilyet megkérdezik. Felvett valamit a földről, és hozzávágta a zombi. Így segítség. Bizony, de... Ugye igen, ugye a szlogenem is, hogy nincs megállás, így bizony. Hát ez igaz is. Hú, Izzyre rátámadt a Superman, nem? Superman. Egyébként nem. Marha jó az a karakter, ahogy ez velünk van. Melyik, hadd a rózsa? Ilyen Superman zombi, majd múltiban meglátod, mert mehetsz vele. Vagy izé, bármilyen zombi oldal. Jól, nézzétek már azt a rákot, milyen páncél van ennek. Az velünk van. Ez a miénk. Mi a neve? Ez az ellenkező. A citron. Hallod, Norbi, ezt a figyeld, láthatatlan leszek és sebezhetetlen. Figyelj, Norbi, figyelj, most. Azt. De csak egy ideig. Jaja. Hallod, Norbi, kecskévé tudom változtatni a zombikat, várjál. Ja, azt mutasd már meg neki. Gyere, tényleg. Norbi, figyelj, Norbi, nézd azt a zombit, figyelj. Hú, mellé ment. Mellé nyomtam véletlenül, bocs. Jaj, itt van bocs. Mögöttünk egy ilyen. Jön egy gargantuár. Méghozzá egy házas gargantuár. Pajzsos. Ott. Főgések kísérletében van ez a videóm. Basz! Hoppá. Megjött a gargantuárunk. Rányomta, ez az időlassító, ugye? Ez a cucc, ami van nálam. Igen, de pajzsnáztam, még nem érvényes. Jó, és akkor ugye, amit most próbálunk, az nem más, mint a két fél közti határ. Igen, itt van egy határ, és itt igazából ugye, ilyen battlefrontot... igazából ennek az is a neve, ugye? Aha. Hát ez egy battlefront. És akkor várjál Norbi, mindjárt jönnek a növény oldalról a nagyok, hallott, ki fog szégni, hogy mik jönnek majd, nagy fatörzs, meg ilyenek. Várják! Ló, miért a nagy pap, az nagy pap szerint? Az is ilyen szuperhős amúgy. Csak az a mi oldalunkon van. Tudom, mint az a nagy. Hú! Gyerekek, jön két gargantuár, segítség! Ez a zombit, Norbi, nézd ide! Segítség!
Oké, látom. Vigyázz, de leütik, vigyázz. Az improvja meg. De ez nem kecske. Azt leütik, várj, mindjárt. Az a baj, hogy csak kicsit tudnék, hol van kis zombi? Ott jön, Norbi, ott jön, azt nézd. Norbi, ezt nézd, figyelj. Figyeld. Várja, de támad. Istenem, ezt a ügyességet. Jó, itt ez a nagy. Oké, én láthatatlan lettem. Húzz, én lehet meghalok mindjárt, mert nehon izé rám. Ne aggódj, itt fogsz spawnolni újra. Kicsit lassítottam. Ó, megjött Torchwood. Azt nézd, Norbi, mi az ott, figyelj majd. Nagy fa. Hú, Istenem, tudsz hílálni? Vagy, visszamegyek a plazma fülé, kipróbálom. Kipróbálom azt is, hogy... Amúgy én is megyek vissza, jaja. Azok hílert akkor. És akkor ez úgy van, skacok, hogy ez a végtelenségig megy itt a halt, és akármikor elmehetsz tulajdonképpen, csak egy ilyen... Visszahúz, karakterem jártasz, elmész. Mikor a nagy virág? Igen, az is ilyen nagy cucc, az is megy harcolni. Menj, man, te durva. Megy harcolni. Mi? Queen? Ja, Queen. Azt. Izzy, ez a kukorica, ez jó, ezt kipróbálom. Csak azért, hogy full alap karakterem van. Igen, skacok, átosztok a karaktereinket is. Csak azokat nem használom, mert igazából most az újakat akarom kipróbálni. Most ugye egyből amik vannak, azok annyira már nem érdekesek. Azt a... Norbi, ezt nézz, ennek milyen lövése van, Norbi! Hol vagy, várjál? Igen, annak mindig anos. Ja! Várjál, Tomó! Ez nagyon jó. Várjál, Tomó, mutatok még egy fajtát. Várjál, tényleg én is kipróbálom inkább azt a rózsát, várjál. Nincsen hangom, jaj, de jó! Tomó, itt a másik, ez már tízeset lő. De jó. Várjál, van még egy. Norbi, jó az a izé, hallod. Ez elég bután néz ki szerintem. Csak kicsit olyan csajos. Gyerekek! Hát, enyhén. Hagyjad már, hármas Istenem. Azt a milyen karaktereid vannak izé. Hát az a baj, hogy nem tudom, hogy kell megszerezni a nagyobbakat. Jó, úgyhogy most például... az lesz a terv, hogy most kópozunk. Következő videóban multizunk, Tomok. És utána pedig mivel Ábel is vett Original Cest, ezért vele is fogunk játszani Garden Ops-ot 4-en. Úgyhogy ugyanaz, mint az 1-be Garden Ops, csak itt a 2-be. Ja. Az akkor használjuk ki azt a 10 órát, hogyha használjuk. Nagyon szép a játék, de... Nagyon, igen, nagyon. Szerintem, hát mondjuk jó, nekem még ez egy kicsit sok ez az ár. Hát igen, sok, úgyhogy skacok, hát a olcsó lesz, megvesszük. Na, viszont lehet, tényleg a grafika, ugye ez Frostbite Engine 3, tehát az ennek se volt rossz, de azért ezt nézzétek meg, gyerekek, azért ez nem semmi. Gyerekek, miatt bármi történik, ezt nézzétek meg nálam. 269-es vagyok. Mehetünk. Kicsoda, ja? Én. Na, a Norbi, próbáljuk már ki ezt a sorozatlövőt, ez kegyetlen jó, hadd, ezért megtaláltam az új kedvenc karakteremet. Nagyon jó, amúgy nagyon OP. Azt hittem, amúgy ezt is le fogják megvenni. Mennyiket sebez izi ez a egy lövés? Mindenki próbálom. Fú, nem sokat, de viszont rohadtul sokat lő egyszerre, tudod. Hármat sebez, az nem sok viszont, jaja. Ajaj. No, mi az? Ajaj. Kapjuk szét! Izi, dobtam oda bombát, nézd meg! A. Ennyi. Lol, hallod Norbi, az egyes gombot lenyomod, tudsz hívni ilyen bombázást ezzel az izével. Aha, szörnyek bombázás. Izi a kettes, az mit tudom? Jó reg, izé kukornád. Az át tudsz perdülni bárki fölött, és közben sebzed, aki alattad van. Aha, és a hármas van egy ilyen kukorica. Az egy nagy lövet, tehát annyi, mint egy RPG. Aha, értem, jó, hát akkor jó, most már ezt is tudom. Én, mint kis virág. Hallod, ez a hangulat a szemével lő. Tényleg? Azt a rohadt babot annyira gyűlölöm, hogy az hihetetlen. Úristen, hallod ezt. Utálom azt a babot. Agymenés amúgy, hogy kitaláltak. Norbi, vágod, hogy amikor újra töltöd ezt a... Hol vagy? De te most pont nem azzal vagy. Figyelj, Norbi, amikor újra töltöd, figyeld a kezem el lévő. Ledobja a kukoricát. Ledobja, hallod, és újra... Na jó van, nem tudom. Az aztán oldalba vágtam. Végem van. Ilyen ügyeséget. Torchwood olyan aranyos. Hely, haj, húj, azt mondja, mit tudom én. Egyébként iszi, hogy ítéljük is van ez, hogy ez a zászlónak a felemelése, ez tulajdonképpen micsoda? El tudsz indítani egy ilyen végtelen hullámot. Tehát először ugye sima, hát hogy a növény oldalon van a zombi. Jaj, amit útkor toltunk, ugye? Amit, igen. Meg amit én is mutattam. Megcsináljuk? De ezeket a virágokat, vagy ezeket a növényeket ki idézi meg? Növényeket maguk jönnek. Minden maguk jönnek. Ja, csak mindig itt mögöttem jön egy elő. Miért igen, akarjátok, hát ilyen... csinálhatunk hullámot, gyerekek? Fogtok egy... Ne. Először csak simák jönnek. Növény oldalon van valamilyen kópos küldő, amit meg tudnánk csinálni? Kooperatívot nem engedett tegnap valamiért, úgyhogy szerintem a sima küldik nem működnek, viszont a BF, meg itt ez a hullám túlélés, az működik.
De miért torcsúdat lövöm, bassz? Halad, Izzy, akkor létezik, hogy nekünk ez nincs benne? Nem tudom, lehet, hogy ez most ott van. Tudom, ugyanúgy például az Unravel-t is ki akarom majd próbálni, és nem lehet végigjátszani a játékot, ott viszont szintre van limitálva, nem lehet végigjátszani a játékot, ugye? Mert igen, három pálya nagyon, van, nem? Nagyon rövid, azt hiszem három pálya van, nagyon rövid a játék, és ugye ez az Origin Access alatt kiadott idő alatt végig lehet játszani. Ja, úgyhogy igen, és kacsapott Tomi mondta az Unrivaled, igen, abból is lesz majd videó, mert ugye az is hozzátartozik a Origin Access-hez. Ja igen, és kacok, és van BF4 is, abból is lesz majd videó, viszont BF-rel... az viszont végtelenített. Végtelen, tehát egy hónapon keresztül akármennyit játszhatunk, szóval abból is lesz majd, ugye azt Misu is leszettem, mert ő most nagyon rákomott erre a BF-re. Igen, viszont minden esetben csak az alapjáték. Csak, igen. Bocsi gyerekek, csinálok egy úgyhogy kis kis kicsit. Lesz BF4 gameplay is, amolos, jajajajajajajaj. Csak most először azokból a játékblokkokból akarunk, amik újak. És még újdonság, amúgy a BF4-én már játszottam. Halljátok ezt a szirénát? Ez mi? Hé, csináltam egy kis bugit. Hívtam a nagyokat, oda nézz! Ármat is kapunk. Na, hívtál a nagyokat? Elhozom. Aha. Elhozom én is azért. A nagy kukoricát megnézem. Nagyon jó, Norbi. Ez kegyetlen jó, ez a karakter, hallod. Jaj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 
Na de jó. Nem ne, ne menj el, maradj ott, léci. Aha, ja, tudom, mert a rózsának ilyen nagyon halka lövése. Azt hittem, hogy megint halka jön. Ezért átugrom, és tényleg bírom sebezni, aki alattam van halad, de végem van amúgy. Úgyhogy most a játék igazából nem tudok mit mondani, mert még egy órát se raktunk bele a játékban. Jó, kb. Most lehet egy óra, amit játszottunk. Ez nagyon kemény ez a... Hát azt izinél láthatjátok, hogy milyen a játék, mert még csak én folyamatosan csinálom majd a videókat, hamarosan jön a... Mi az? Annyi levelkedő. Nem sebezi sokat, de... Összegyűjtöttem az összes, szinte összes gyűjthető tárgyat, és majd azokat megmutatom, meg ugyebár majd lemegyünk a manóknak a barlangjába, és megmutatom, hogy mi van a nagy ládában, mert hamarosan megvan ahhoz is a csillag. Ja. Úgyhogy lesz majd itt még egy-két dolog, plusz már lehetett ugye multit látni, akkoriban még ugye Rose nagyon OP volt. Most majd hamarosan jön frissítés abból is, illetve már jött, úgyhogy én is frissítem majd a videót, figyelj, és elmondom, hogy mi változott. Ugyan bombázás hívtam. Jó. Nagyon klassz, mit? Miha ez kegyetlen jó, az a karakterizi. Itt lehet fejlődni, lehet gyakorolni, lehet feladatokat csinálni. Hát a múlti gyerekeknél a pizével kicsit kipróbáltuk. Hát azért vannak benne jó lövők. Na, majd nem az, hogy jó lövők, hanem akik ismerik a játékot. Aztán én nem is látok semmit, azt egy lövésre lelőnek, meg ilyenek, de... Jó, hát ugye ez is olyan dolog, hogy ő ismeri, hogy melyik karakter mit tud, neki vannak jó karakterei, nekem csak alapkaraktereim vannak. Mi ez a... Hogy hívtam még nagyokat. Jó. Ja. Jó, úgyhogy mindjárt majd megmutatjuk azért a zombi oldalt is, csak én szerintem váltok. Azt a kurva eget alatt. Várj, nézzek, Norbi, jövök én is, figyelj. Rohadt jó. Beszarom. Na jó, nem tudom, valamilyen karaktert mi mutassunk már meg a nézőnek. Mondjuk multibú is megmutatjuk őket, csak... Ha már itt vagyunk, akkor... Ha Norbi, van ez a izé ez a rák, vagy mi? Jaj, ja, próbáljuk már ki. Milyen rák? Ez a rák, tudod? Ez valami tank karakter. Jaj, az... Ah, ja. Narony, Nari. Oh. Ő a citrom. Hallod, Norbi, nyom meg a kettest. Miért még bárki megint marogna, hogy nem is az a neve. Citron. Hogy gurulunk a Norbi, hallod izé? Rajok vagyunk, rajok a gyerekek, a gyopárosi strandon. De most nem akarok ilyen angol énekelni, de valami olyasmi. Izi, kint a Yeti, izi, ott a Yeti, ott a Treasure Yeti, vagy mi a, nem tudom Treasure milyen. Treasure Yetit láttál? Igen. Aha, oké, megyek. Ló lefagyasztott. Asztalat úgy nézek, mint egy fagyasztott izé. Megy. Nevek élelek. Ez jó, ez tetszik, itt ez van. Tetszik ez, csak annyi, hogy túlhevül a fegyvere, de... Na, lefagyasztott. Az egyes micsoda? Kapjuk el, Izzy, ott van. A... Melyik egyes? A, ennek a narancsnak az egyese. Amúgy, hogy hívják, kettessel tudsz gurulni, a második ott, mert ugye változik, akkor gyorsabban tudsz gurulni. Izzy, el fog menni a Yeti. Nem fog. Hopp. Nem, már nem megy sehova. Ja, Tomo, ennek van az a pajzsanés csak. Igen, azt láttam, jaj. Megvan, ennyi. Nagyon jó.
Király, na ez a majom vagy itt. És ki lehet lőni a pajzs alól? Tényleg ez, mert ez fent van a pajzs, még szép nem lövik? Igen. De jó. Ez tudod mire? Ezt tudjátok mire hasonlít ez a... karakter, ugye a... ezébe van benne. A... az új Battle.net-es játék, merre ment. A... ugye az, ugye a World of War, várjál már, basszus, de nem jut eszembe, hallod, reggel van. A Battle.net-nek az új játéka, tudjátok melyik az a... Én nem tudom, nem. Én nem tudom, én az a, annyira nem vagyok képbe. Várjál. Ért körül. Lol, elmúlt a tankom. Nem, a tankom F, ugye ezért FPS, ugye a lövöldözős játék, hát TPS-ben mit tudom én hova. Várjál, bassz. Mindjárt rákeresek. Overwatch vagy az nem az? Azaz, kösz, az Overwatch, igen. Az Overwatch-ban is van egy ilyen... Van egy ilyen tank, aki egy ilyen panzsot tud maga elé venni, ez is totál ugyanaz. De ha nekem ez a rák, ez nagyon tetszik, Norbi. Ez nekem is jó szerintem. Az a baj, hogy multiban nem annyira hűde jó, tehát... Nem adja. Igen, multiban derült ki, hogy ez azért nem olyan jó karakter, mint ahogy azt hittük. Sajnos. De figyelj, lehet, hogy Gardenosban viszont iszonyat OP. Gardenosban nagyon OP, tehát ott már használtam, és én ott fejlődtem fel vele. Hát ez hatalmas izé. Ott az a manki, szedjük ez, ki. Ez egy nagyon jó tank karakter. Van ott egy aranykarikás engineer, látjátok? Ó, jaj, látom. Az... adott egy csomó piece. Igen, amelyik aranykarikában van, az pénzt ad. Hallod? Nagyon jó. Én is Narival. Jó, hogy ez az első videó tényleg arra jó, hogy a karaktereket bemutatjuk, a harcot, hogy mi mit tud, de tényleg jó most így felfedezni a játékot. De Tomo golyó formában van speed. Igen, speed hack. Várj, és akkor hármas mit tud? De melyik a speed? Ja, egyes. Hármas? Ja, az... Ló, tényleg, de jó. Igen, és kacok, azért nem nevetek, mert... ilyen torokkal... golyó formában is. És ez a karakter nem OP. PvZ-ben rendes? Nem, kicsit védtelen. Ki akarok, hogy is mondjam? Lol, de király! Lehet robbantani, Norbi, figyelj! Uraj, ne húzok, mert jönnek! Tom, nézd már, Izinek milyen narancsa van, vagy mi ez? Jó, hát neki már ilyen plazma, meg mit tudom én. Ez elektromos igazából. És csak ilyen szakadozottan tud lőni. Hogy ez ilyen nagy lövés tudja, a pajzsot betolom, mert lőnek. Na de kiló! Itt ez a diszkós trodizia az egyből, meghaltam. Felszedlek. Diszkó zombi, de már! 60% HP maradt. Izzy, respawnoljak, vagy felszedsz? Nem tudlak felszedni. Mindegy. Hát akkor spawn. Egyébként itt spawnolunk, szóval no para. Az egyes lövésére még. Amúgy nagyon jó karakterek vannak tényleg így az együttem. Léptetek be kettesbe, gyorsítsátok fel egyessel, menjetek oda az illetőhöz, nyomjátok meg a hármast és... Tudom, felrobban, ja, azt néztem, nem, igen. Nem, felrobban ilyen gyors az átszerűség, meg fel tudod lökni az ellenfelet. Hát, hogy izél ez a diszkó zombi? Jaj. Valaki támad hátulról. Melyik volt az? Nagyon jó kipróbálni az új karaktereket, csak mert az oké, hogy látom izéné, de így tényleg, hogy ki tudom próbálni, az ami zseniális. Igen, jön még egy pénzes. Ez ilyen tölthető, mint a... mint a Future Cactus. Ez azért jó, mert korábban megkapod, mint a Future. Jó, most kacok, figyelj, nem megyünk át a zombi oldalra, mutassuk már meg azt is, hogy mondjuk ott mik vannak. Előbb vegyük át itt a pénzt az All-Star-tól, utána mehetünk. Ja, mert ez ilyen Treasure All-Star, vagy milyen neve? Igen, ez a sasfejű vagy kacsafejű. Ja, aha, látom, jaja. Mehetünk, ennyi. Jó, akkor váltsunk kettesre, Norbi, és egyesre. Egyszerűbb, mint besétálni. Ez hallod, ez milyen jó support karakter. Melyik? Hát ez például, hogy ez egy meccsen nagyon jó support. Ja. Figyelj, gyorsan odaérsz, kiváltasz tankba, ugye ez csak annyi, ja. Hát, nagyon jó. Inkább, hogy nem hülyeséget mondok, ugye ez jó kis tank karakter, csak nagyon gyorsan oda lehet érni. Na jaj, csak itt van egy Join Us. Join, ilyen transzparens, hogy csatlakozz a zombikhoz. Na jó, itt is vagyunk. Én hozok impet ide, ez tök jó. Na, és akkor az a lényeg, hogy... bogyót kap. Amivel én most vagyok karakter,
ezt még Izzy nyitotta meg nekem az 1-ben, mint a Plants vs. Zombies Garden Warfare 1-ben. Ez egy ilyen csipás Food Soldier, de most próbáljuk ki azt a kis kizi, amivel a Norbi van, ez Izzy, ez jó? Na, én is azzal jöttem. Norbi, mi ez a szar? Hol nem vagy tudom, Norbi? Várja. Hogy tudok kilépni? Várjál, itt vagyok bent. Hú, gyerekek. Ezt a bogyót adta nekem. Jaj, jaj, jaj. Hát figyelj, szép. Hát ez... Hú, gyerekek, a torkomba, ne tudjátok meg, mi van. Hát ezzel halod, falazni lehetne szerintem. Azta! Ja, ez volt az, ahol ledobod. Lol, nézd, adtam, hogy ugrik. Nem állt, de hagyjad már milyen kis izé. Várjál, ezt igyed. Igen, és kacok, ez most új nevetési forma a torkom miatt. Nincs oda hármas. Torok kívélő. De hogy néz ki, hallod? Ez az imkata. Hallod, olyan, mint egy minyon Norbi. Mint egy minyon. Hagyjad már. Az enyémnek van egy riadt aranyhaj alapján. Na jó, menjünk ki, nézzük már meg. Ezt is alól itt szedtem össze. Mi? Izének a fején hallod ilyen... Hal. Akvárium van. Tényleg, jaj. Aha, de nagyon ijedt az a hal. Na jó, akkor gyertek növények. Ja, várjál, reflexből növényeket kell ölni. Én most tüzesse vagyok. Hallod? Olyan, ez valami... Milyen sorozatban ő Norbi, vége van. Két uzi. Jaj, nagyon jó. Nagyon jó. Hallod, közelre, ez nagyon le lehet. Jaj. No, nefik. Ez közelharci karakter. Izzy az egyes, az bomba, ugye? Itt a képességek miatt. Ja, bomba látom, igen. A kettes Izzy. Az majd, hogyha feltölt, akkor ilyen hatalmas páncélt fogsz kapni. Nem már, tényleg. Várj, az enyém most töltött föl, Norbi. Ezt szigyed. Várjál, kettes. Nekem is. Mi? Várjátok, hogy nekem másmilyen van. Menj már. Na, menjünk. És ott van, hogy Izzy elemnek a töltöttsége, és hogy akkor van vége, hogyha ha az elem lemerül. Hát vége van, nem bírom. És robban, amikor lemerül az elem, úgyhogy óvatosan. Hallod? Azt is az Overwatchból szedték. Mert annak is, ott is van egy ilyen. Mindegy, nem mondom, de ezt is onnan szedték. Jó, hát az így, az kilőnem nem másol. Mondjuk max rólam. Nem, még itt rólam is mindig másolnak, tehát... Hogy tetszik amúgy az enyém, Tomo? Nagyon jó, gyerekek, kis ez sárkány. A karakter is. Hát, viszont 2-3 élet, mire feltölt multiban. Tehát azért ott elég gyorsan mennek az események. Ha az ember tudja, hogy Norbi, ez a robotos, ez annyira epik, melyek mint ez igény. De várjál, abban is vannak különleges képességek. Ebbe a Garden Warfare-ban nem csak olyan van, hogy növények és zombik, hanem a zombikkal is lehetünk. Ugye, Izzy? Ne szoríts be Gargantua! Azt az, aki Tomo az egyeset próbált ki, a rakétáját, hallod? Mi a ne szórakozz? Tarts célon! De durva, ezt a kis izék babot majdnem kiszedtem. Jaj, ne! Ó, véletlenül kiszálltam. Ó, nekem meg... Kettesre felbírod robbantani. És a hármas az micsoda? Ilyen dobbantás. Ja, körbe-körbe lő. Mindegyiknek más. Bocs, királynő! Hát ez valami nagyon epik, gyerekek. Nagyon most, jó. Most nyomták föl az életét, eddig sokkal kevesebb volt, ugye? És nagyon sokan mondták, hogy szinte lehetetlen vele játszani múltiban. Hát én menjünk, nem mondom, meg a többi karakter. Igen, nézzük meg, jaj. Ez, gyerekek, ez a kis manó, ez, én azt hittem, hogy ez nem valami jó, de ez kegyetlen jó az a kis. Ez nagyon jó az a manó, főleg azoknak, akik nagyon tudják használni. Hát én múltiban ezzel, majd múltiban úgyis majd próbálgatjuk, meg mit tudom én. Igen, multiba azért már jobban figyelünk a földre, meg gyakran nem veszünk. Na jó, Izzy, akkor jön a következő karakter, haladjunk sorba, jön ez a Supermanes. Ja. Ha Norbi, ez igazából úgy van, Norbi, hogy alapból, hogyha így ütsz, akkor így üt, és ha rázomozz ballal, akkor meglő. Nézd meg. Ó. Oh. Ez igazából egy tank karakter, nem Izzy? Na, első lövés. Sima. Második. Ja, másodikban, igen, és a harmadik az a rugás, az pedig micsoda, Izzy? Ez. Ja, aha. Mi? Ja, egy, ezzel lehet gyorsan is közlekedni, meg ugyebár leruhatod az ellenfelet is. Ja, ez akkor jó, mikor... Milyen hangot ad ki, hallod, Norbi, hallod, hogy milyen hangot ad ki? Hát, gyerekek, azért felhívnám a figyelmet, hogy az enyémnek ilyen zuhanyfüggöny van a hátán, és rohadt jól néz. Norbi, ezt figyelj, Norbi. Hiá! A kozmikus nekem nagyon tetszik. Hadd én most... És túl melegszik a kezed, Tomo. Túl melegszik a kezed. Tényleg? Igen. Aha. Viszont már csak 100. Megyek, szétpüfölöm ezt a fát, hallod? Menj már oda, Tomo, nagy! Figyelj, ilyen kombókat üt rá! Menj, igen, alakj ezt közel! Kombókat üt, az a közelharci lényegében az ütés.
Az enyém sajnos csak erősen jobbkezes, tehát ez csak egyetlen. Úgy, meg aki lehet meghaltam, tudtuk segíteni? Hol vagy? Bánt ez a rohadt nagy fatörzs. Rohadjon meg. Az a baj, nincsen nálatok híj karakter, mi? Azok. De ne, nem kell, ezért most meghalok, nem kell. Ne, megint. Izét föltöltődik amúgy a karakterem élete valahogyan? Igen, valami föltöltődik módon. Magától. Egy alapszintig csak teljesen. Jaj, mi ez a... Egy szintig feltöltődik. Dalkodtam ez a nagy... Hallod, nagyon jó. De mekkora... De Norbi, láttad, hogy milyeneket tűnt így össze-vissza, tudod ilyen... Pont, hogy mondtad ilyen kombókat. Aha. 42 HP-n van, aha, jó, nice. Super bab. A szuperbabot utálom. Szegény szuperbab, meghalt a bab. Én amúgy nagyon szeretem a babot. Amikor hárman jönnek rád, minden három sikít rád, és lényegében nincs van menekülni, akkor nagyon szar. Nem rossz ez a karakter, de kicsit uncsi. Igen. Igen, de viszont nagyon OP, többen összeállnak, akkor game over van. Viszont Norbi, ezt ne felejtsd el, ennek sok HP-ja van. Igen. Ez 200 HP és nem 100, de viszont ezért? neked is az van, Tomo, hogyha célzol jobb gombbal, nagyon lassan mozog az egér. Igen. Az be kell állítani a zoomoláskor, hogy menjen. Nem, de mindegyik karakternél jó, de ennél nagyon-nagyon durván lassú. Mindegy, akkor következő karit megnézzük, mert van aha. Még új. Én már hoztam is az enyémet. Jaj, a kalóz, Norbi, az is nagyon jó, hallod, nagyon jó az a kalóz. De növény oldalon is megnézhettétek volna azt a hármat. Vissza Jane-olunk? Megnéztük már. Igen, a rákot, azt a kukoricát, meg a róz. Igen, tényleg, ja. Akkor go, hallod ezek halóz, ez alapból van fegyvered, Norbi. Eredjetek. Ő tudsz küldeni ilyen papagájt, az ja, igazából... Shotgun. Az egy drón. Villákat lő. Aja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 j
Norbi a hármas, az, hogy egy ágyra ráülsz, megállsz egy helybe, és tudsz lőni az ágyóval, és elég sokakat. Uha, azt akkor. Na, mindegy, menjünk ide, gyertek, és akkor az ágyút nyom be, várjál. Mindjárt benyomom, itt Norbi, figyelj, itt, most figyelj. Hát településre lőttél, ez egy olyan kamerát. És akkor egy, figyelj, opá. Tényleg, a hordót kipróbálom ezen a kis... Norbi! Ányádat, nem bírom. Nem a hangom sem bír a gyerekek. Jaj, hogy ennyi szétlőttik alulam az ágyút? Nem, vége, tudsz egy párat lőni, aztán kérjük alulam. Jaj, jaj, jaj. Ja, várjál, ez egy és az micsoda? A hordó! Most próbálom ki a... És mire jó ez a barel? Itt lett felrapattani? Meg kell gyújtani, vagy... meg kell gyújtani. Oh. És utána oda menni közel, meg Balegér gombbal, és menj oda az egy karakter mellé. Klassz, ami eredmény feloldva, mit tudom én mi. Nem is érdekel. Megvan, jaj, meghalt. A kettes a papagáj, ugye az ugyanaz, mint a kaktusznak volt a... Igen, de ez a... Hát lényegében ugyanolyan. Nagyon jók ezek a karakterek, gyerekek, tényleg rengeteg új karakteröt, és tényleg, és jók, mert nem azt mondom, hogy ilyen, hogy ugyanolyan, mint a, mert nem, mindegyik teljesen más, hát, izé, ez a kalóz, ez nagyon jó, közel és távol harca, hallott, csipája igen. Van, közelre meg shotgunja van. Jövök! Szia Tomo! Ez itt ez a papagáj. Ez ja, hú, nem szeretem azt az égkültető. Ott egy rossz toxic pízi. Rám is lőtt. Hol? Kis szemét. Gyere, megnézem, hogy közelre milyen hatékony. Hogy ott van fönn a növény. Azt hiszem még, nem, a másikat ültettem én. Jaj. Már megy a Gargantuár is. Figyú, ami... ennyi. Oh. Valaki kilőtt. Pff, útomó, ez a... Jaj. Nem tudom, közel a shotgun is tetszik. Elég OP shotgun. Távolra meg a csipa hittel. Igen, próbáltam, ja. Nagyon jó, nem hogy tudom, igazából, kettős amíg jöttek új karakterek, amint most nem karakterek, hanem karakter típusok, mert egy karakteren belül több típus van. De kicsit. Amik jöttek három darab új típus, ugye a kalóz, ugye egyik oldalon, meg a másik oldalon, szerintem nagyon jó. Hát a célzás alatt kicsit érzékenyebbre kellene venni. Azt mondja, hogy mouse sensitivity, ez a drone, nem. De drón? Nem. Uzi, ott egy kis treasure bee, vagy mi az? Ajaj! Ja, itt van. Csompi! Aim. Kell a csompi, neöld meg! Nem érdekel, megölde nekem, kell a csompi. Ne, ki ölte meg? Na ez így jó lesz. Tényleg kicsit érzékenyebbre kell venni a...
Nagyon jó gyerekek ez az egy cuccos. Ha esküszöm visszamegyek és hozom azt a kis babot a két kis üziával. Á, nem tudom, nekem ez a kaktusz, hogy itt lehet vele csipázni, meg közel harcra, ez iszonyat kedvencemmé vált. Tényleg, én kipróbálom az újat abból a kis imbből. De várj, ti most átmentetek növény oldalra? Nem. Nem. Jó. Itt vagyok. Hadd Orbi ezt a kis izét, tudod, ezt a kis monkey-t. Nagyon jó. Ezzel még nem is voltam talán. Csak egy picit. Ki? Ah, mondom, 2-3 killig voltam. Hú, ez elektromos. Nagyon jó gyerek, nagyon jó. Két kis uzival. Most megyek és szétlövök mindenkit. Ugye, mi csak 75 HP-nk van, nem már. Igen, ez kis HP-s. Ó, basszus. Kicsit messzebbre dobtam az utcát. Szia, Tamon, én csak... Visszamegyek, kipróbálom a papagájt, mert nem tudtam még kipróbálni. Lőjük azt a majmot, izé. Itt egy rák. Menj már a rákba. Hú, ez ilyen treasure izé rák volt. Nézd csak, milyen rák van a fejemen. Na, mi? Hát de... A... Ez ilyen elektromos, ilyen... Nem tudom. Nem már. Nem. Tényleg, izé, neked megvan ma az összes karakter a karaktertípusonként? Van még, ami nincs? Nem, sajnos még van. Imből is hiányzik, Rose-ból is hiányzik. Kaktiból is hiányzik. Kaktiból jó, de azért elég kettő? Sok megvan már, nem? Aha. Többségében nézve megvan. Jó, Tomu, papagája bombázás lehet kérni. Igen. Nem már tényleg. De, igen. De. Az, csak az a baj, szétlövik, ugye itt az NPC-k okosak. Igen, okosak. Ugye neked dobjuk a bombát, dobjuk a bombát. És ez csak normál, amiben vagyunk. Lehet hardra is rakunk. Hú, izi, szét fog ütni ez a nagy izi. Ó, az a fadarab, hallod izi? Hú, kár volt múltkor kivágni azt a fát. És megbosszulja magát, de nem a baj, fa bosszulja, mi? Ja, ja. Itt van, segítek, Norbi? Egy cserepes kutya. ott van. Ja, a vödrös velünk van. Anyukámnak a petúniája, gyerekek, hallod izébe. Gyerekek, hívom a cuccot. Figyeld. Mit? Mi a... Mi ez szórakozz, izi, mi ez? Hallod, Norbi, nézd meg, izi, mivel megy? Mi a... Ilyen, mi a... Ilyen izé, homáros izé cucc, nem izé, ez a homár. Ááá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  Már értem, milyen OP. Nagyon jó gyerekek, nagyon jó. Nagyon sokan mennek ezzel multiba. Jók a karakterek, nagyon. Már megvan a kettes szint. Jó, de tényleg, az figyel, hogyha összehasonlítjuk az egyel, az egyben nem voltak ennyire viccesek a cuccok, meg kreatívak az új karakterek. Hát nem tudom, nekem akkoriban nagy rettenetesen tetszett. Mert azért ez a kis bab, meg az a szuperhős, meg a kalóz, annyira epik. De mindegyik ironikus, mert... várjál. Júj, el tudnak oda titeket vinni? De például ez a kalóz, ez nekem nagyon bejött. El tudnak titeket oda vinni, gyertek csak, nekem mutatok meg ez a valamit. Tehát, hogyha már irónia, gyertek. Jaj. Hoppá. Ez mi volt? Én voltam. Jó, gyorskacok, multiba. Garden Ops-ba, meg amikor ugye zombikkal megyünk. Növényekkel majd, még úgyis látjátok ezeket a karaktereket, kinek melyik tetszik. Aztán meglátjuk. Király, oda mész és felrobbantod a hordót mellette. Igen, gyerekek, igen, ha már irónia, megmutatom halni. A, hogy hívják ott, a főhadiszállását a szuperhősnek. Azt látnotok kell. Gyere, tehát Norbi. Ez akkor a Superman paródia, mert másik tudok mondani. 10 HP, 9, 5, 4, 2 HP-val jöttem. De már. Igen, itt benn már meg nem tudnak bántani. Egy na, HP. Néha azért bejönnek. Ez itt a zombi fjordi szállás, igen. És itt akkor... látod a karaktereidet, itt lehet promotálni egyebek. Most played. De te nem is azzal mentem. Ez az enyém. Ja, te az enyémben vagy, vigyázz. Na, ja. Várjál, melyik is az övé? Ez. De jól néz ki ott az a hegy, Norbi, nézd már meg, mi ez itt, hagyjad már. Aha, kitermelés folyik ott, erre gyertek. De, ja, arra, nem már, bele kell menni. Bele kell menni. Tiszta sliders. Ott egy agy, ott itt egy agy. Ez szuper, de nézd meg, figyelj, itt a gimnasztika terem. Lord. Ne már, Istenem. Ne, hagyjad már, hadd megvan hajolva, halad Nori, megvan hajolva ezért. Tudod itt a súlyokkal, ja, ja, ja. Hogy mondják azt a középsőt. Kemény. És azt hogy figyelj, azt, hogy ott van, hogy ugye 70, 100, 180, 200, 99, 500 és sok. 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 Ezt. Ja, ja. És akkor itt a futópad is. Nagyon állat. Ott most kezek, meg mit tudom én, ilyen edzéster gondolom.
Nézed a Superman-t, és mit látsz? Kristálypalota. Ennek a hülyének még van itt mindene, tehát szobor még. De ez még magáról szobor is? Várjál, itt egy ajándékbus volt. Nem, ajándékbolt. De. Istenem, de hülyeség. Jaja, és itt is meg kell csinálni a saját feladataidat, meg minden. Csak mindegyiknek megvan a maga oldala. Megvan az inknek, abból a szempontból tényleg jó ez a játék, mint az egy, mert az egybe, mit csinálsz, bemész, ezt multizol, itt nincsen menü, van egy házad, vagy ugye lehet zombi oldalon, vagy növény. Igen, sokkal interaktívabb. Igen, küldetések, napi küldetések. Én pontosan tudta azért, hogy mit kell beletenni a kettőbe, ami sokkal jobbá teszi az egytől. Az a jó, hogy figyelj, jó. Középen itt van, nem kell bemenned, nem kell noobnak lenned, hogy bemenj és ott próbálgasd a karaktereket. Itt ki tudod próbálni, rá tudsz érezni, hogy melyik a legjobb. Úgyhogy skacok, hát majd megveszük, hogyha olcsó lesz, nem tudjuk mikor. Növény oldal nem jó, is tudnék pofa. Most ilyen hirtelen kiemelkedőt. Ugye az a kukoricás az nem az rossz, jó. De például ez a nem tudom nekem. Ez a kis babnek, vagy ez jó. A... Már nem, de ti nem jöttetek akkor, amikor Róz még annyira OP volt, hogy lényegében lőtt 2-3-at és 3-a haltak. Tehát az hihetetlenül gáz volt. De várjál, Izzi, hogy van a 3 új karakter növény oldalon? Van az a kukoricás, arra menjünk vissza? A kukorica... A Róz. Ja, meg a narancs, igen. Tényleg a másik oldalról narancs az OP, ja, számomra. Én jártam már olyan helyen, ahol volt olyan, aki rohadt jól játszott azzal, de nem az igaz. Növény oldalon van valami ilyesmi kis földi szállás, ott valaki a kizé. Minden, akkor menjünk, ugyanennek akkor a tükörképe. Meg. Gyere, Norbi, csatlakozzunk, menjünk át a sötét oldalról, tudod? Ja, elhagyom a sötét oldalt, nem fizet elég jól. Ja. Nem tudom, az a növény oldal annyira szép itt, ez a fa, föl rajta a ház. Ja, meg szép. Rozzal megyek, mert ő elit már. Ja, és akkor mindegyik hősnek van egy ilyen saját kis... Igen, ja, igen. Nézzétek meg, ott ilyen agy alakul felő, azt is Izzi mondta, hogy nézzük meg, hihetetlen. Én attól elájultam, hogy még erre is figyeltek. Fölöttünk meg szivárvány van. Na, Izzi 5 órát játszott a Rozzal, 5 is felett. Hát igen, és érdekes, mert nagyon sokan mondták, hogy na, biztosan, ahogy hívják. Jó, gyertek, ez a citron. De jó, figyeld, ma ott a Róznak a cucca, ott a kukoricásnak, itt meg a narancsosnak. De kemény. Ez ilyen, hallod, Izzi, narancsos időkapu. Aha. Csak valami collect, Ja igen, a gnomocskákat már összegyűjtöttem, ilyen halvány kép marad. Ki is írja, hogy ez a, hogy nem elérhető a trial verzióba, tehát nem tudom fölvenni. Az a lényeg, hogy ebből össze kell gyűjteni egy bizonyos Tomo, mennyiséget, ami nekem megvan, 58. Fegyver oldalán ilyen kör alakban így megy egy ilyen izé? Igen. Látod, csak ugye már másnál. Nem tudom úgy ráforgatni. Hát látom, hogy pörög valami. Ja. Na izi, akkor ez itt a narancsos ráknak a... Igen, és az a poén, hogy én látlak titeket messze. És csak és az új karaktereknek van visszajöttem, ilyen? És látom, hogy ott vagytok távol. Jó, Izzi, akkor menjünk a Rózhoz, vissza. Aha, megnézzétek Rózét is. Középkori szerű dolog. Tehát na a középkor az többször kíváncsi. Megjelenik az eredeti kettőben is, az egyben is. Nem de az jó, nem hallod, végem van, ez kegyetlen jól néz ki. Gyönyörű. Hihetetlenül beraktok ilyeneket is. Izzi, ezt a kincset vigyük már, nem lehet nála lopni. Már kinyitottam, az már nem kincs, ami ott van mögött. Gazsinak szóljunk már hozzá a zöldség, mert ez nem azt köpakoljuk. Ja. És nézd csak, ilyenek, egyszerűen imádom. Nézd csak. Vannak ilyen gombok. Rengeteg helyen láttam, rengeteg van multiban is. Norbi, elő kell hívni. Norbi. Igen, kis lézer. Ne, mit csinálom? Most kavajon. Jó, menjünk vissza, jó? Jó, Istenem. Bemelegítettük Rózsit. Ja. Jaj. Nem bírom, nem tudok nevetni. Azt a rohadt, mi ez, mi gyerekek? Azzal menni is kell az egyik küldiben. Nem ne már. Azzal menni ez is kell. A hülyeség. Erről tud szőnyeg a szeme, meg az orjuk, az orjuka is így. Hát igen, mert él. Mert ez egy lélegzik. Elvágod? Minden él. De Izzi, itt vagy te, gyere ide. Nem. Nem az. Tomo, nézd csak. Nem az vagyok. Nézd csak. Ott. Nem. Egy. Van nagy tyúk? Nem, az ő kotlik ott, nézd meg. Ott kotlik. Hol? Hát hatalmasok ezek az új karakter. Ott a traktor alatt. Ne. Ja, a traktor alatt. De jó, ja, hogy tényleg. Hihetetlen jók ezek az új karakterek. Ez. Mindegyiknek megvan a maga kis főhadiszállása, saját küldetései.
Mindig van itt egy-két rejtető tárgy. De tényleg ez szerintem most, hogy bejöttek ezek az új karakterek, szerinted vannak olyan jók, hogy az emberek inkább ezekkel menjenek, mint igen, az egyes karaktereivel? Hát figyú, a Rose nemrégiben még annyira OP volt, hogy lényegében, hogyha megpróbáltad legölni, csak te nyerhettél. Érdekes, mert ez az 5 órám, ez úgy gyűlt össze amúgy ebbe, hogy én ezzel nem mentem multizni. Én megfogadtam, hogy addig nem megyek multizni Rose-zal, ami meg nem csinálják. Mert ugye rettenetesen OP volt. Az volt a lényeg, hogy amikor elkezdesz így lőni, akkor nagyon sokat tudsz ugye egymás utánba. És az alapkarakter olyan sokat lőtt egymás utánba, hogy meg se tudtál mozdulni. Amint jött az első hit, jött utána még 20, és akkor ott megnéztél, hogy úristen, hát mi ölt meg. Érdekes. Tudom, nézd meg, a narancsnak is meg van csinálva ez a narancsbőrös, ezért, hogyha húzod rajta a fény, hallod milyen szépen. Igen, igen. De az is fail, hogy itt vagyok a lejtőn és nem gurulok le. Aha, de ilyen mechanikus hangja van. Igen, hallgass, figyelj. Silver motor. Ugorj. Ghost green. Hallod? Kérnem. Most lehet egy ilyet, hogy Norbi és Tomo a két golyó. Izi, állj közénk, állj közénk a rózsával. Gyerek, állj, jaj, 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 ne! Ne már, gyerekek, ne. Kiégtem. Ne! Várjatok, várjatok! Álljál már közelem Norbihoz. Erre. Norbi, így, várjál. Erre, megállok, megállok Tomo pozícionáltban. Ne már. Ennyi. Hát, várjál, lövök is. Várjál, egy nagyot, egy nagyot. Ez már elég durva. Na, gyerekek, meg szóló játéket. Ennyi lett volna az első Garden Warfare-es 2 videónk. Ismételtem, mi csak Norvival a triát próbáltjuk ki 10 órán keresztül. Úgyhogy hamarosan jövő héten, én szerintem kedden? Igen, vagy nem tudom, én héten vagy kedden. Az a lényeg, hogy multival fogunk jönni, tehát multiplayerrel. Ugye playerek ellen. És majd utána majd fog jönni Garden Ops is, meg ugye az a zombis is. Illetve a Need for Speed-esből is majd jövő héten lesz gameplay nálam. Az új Need for Speed-ből, ugye azt is majd most vesszük föl. Na jó, maskacok, köszönjük szépen a figyelmet. Tényleg ez most csak egy ilyen bemutató lett volna a játékról, hogy mi hogy működik, tényleg nagyon jó, meg mit tudom. Úgyhogy köszönöm a többieknek, hogy itt voltak, ennyi lett volna Garden Warfare 2. Sziasztok! Sziasztok! Halihó!